Stratégiai áldozatnak tartja a minisztérium és a kormány is. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a víztechnológiai konferenciát Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, helyettes gyűlési képviselő. A találkozón 40 ipari szereplő és 10 kutatóintézet egyetem képviselői gyűltek össze, hogy megismerjék és alkalmazzák egymás munkáját eredményeit a vízminőség javítása érdekében. Sokkal inkább közel kell hozni a valósághoz és a piachoz a kutatásfejlesztési és általában az innovációs megközelítéseket egyik oldalról. Másik oldalról nagyon fontos a magyar tulajdonok kis és közévállalkozóknak a minél nagyobb mértékű bevonása ebbe az új típusú gondolkodásba. A vízkészlet, a vízminőség helyzete globális probléma. Ezért fontos minden lépés a javítás útján, a megoldást pedig nem lehet elodázni. Nem lehet várni. A helyzet javítása a jelenkor felelőssége. Erre már ma olyan cselekvési elképzeléseket, programokat kell meghirdessünk, amelyben a lakosság, a kormányzati politika, a szakmai szereplők, és mondhatom így egy kicsit a, a jövőnk közössége olyan irányba tud menni, hogy valóban mindig azt a fajta tisztaságot, amit a kárpát élvezhetünk, azt tudjuk a poharunkba tölteni és elfogyasztani. A Magyarországi Víztechnológiai Kutatások és az Innováció nemzetközi rangot vívott ki magának. Ezt jelzi, hogy a konferencia résztvevőinek 20%-a külföldről érkezett. Látnunk kell, hogy van a mi birtokunkban egy olyan szakmai tudás a víz területén, amit nem csak itt a határainkon belül, hanem külföldön is hasznosítani tudunk. Így az azt jelenti, hogy nemzetgazdasági szempontból is nagyon-nagyon fontos az a tudás, ami e területen nekünk a birtokunkban van. A konferencia egyik fő eredménye a kutatás és a felhasználás képviselői közötti kapcsolatok létrejötte volt melyekből hazai és nemzetközi szinten is profitálhat a vízgazdálkodás.